félrevert szív dobbanására jöttem, mintha a más világról toppannék be. Jöhettem égből, pedig csak Budáról vonatoztam. Majd förgetek subásan, villanylámpán kavargó hóesésben, láttam házunk előtt a gólyafészket. Bent a kredenc a megszokott helyén állt, az ágy alatt posztópapucs, a macska, az asztalon lyukas viaszkos vászon, sótartóval és szikkadt pékkenyérrel. Aki a hideg télnek hátat fordít, hamut fújkál a hunyorgó parázsból, csupa korom, feledkezvén kezéről rendezgeti a lángra lobbant rőzsét. Halott anyám az, és amíg melegíti az ebéd maradékát vacsorára, magát a platni vak tükrében nézi, nehogy eltitkolt arcát viszont lássa, de külsejét se, hiszen nem is ő az, csak valamelyik lánya kardigánja. Olyan idegen, mintha ott se lennék, holttal az élő, netán holtan én is. Ő támad föl, vagy én mentem le hozzá szereplőnek múltunk jelenetében, miután minden megtörtént, s mi visszajátszuk, ami a végét megelőzte, a legutolsó színből kivetítve nyújtom nagyobbik fia ajándékát, de az a kéken bomló sejemkendő füsté lobban ujjaim hidegétől. Kisgyereket se dugnak előbb ágyba, amilyen korán este lefeküdtünk. Azt hittem, azért került el az álom, s nem mert időnap előtt virrasztottam valakiért, hogy valami nagy vétek miatt bűnhődtem anyám közelében, míg a kredenc a megszokott helyén állt, s az asztal emelkedő pusztaságán világított a maradék kenyérhéj, akár a hold, az illanó egér.